Folytatjuk, ahol abba hagytuk az előző részt, és ez rómaiakhoz 16-os fejezet lesz, ahol a 25-ös verstől így szól. Annak pedig, aki titeket megerősíthet az én jó hírem, és a húsak a másiák hirdetése szerint, a ma titoknak kijelentése folytán, mely örök időtől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelentetett a profétai írások által az örök Elohim parancsolata szerint a hitben való engedelmesség véget minden pogányoknak tudomására adatván, az egyedüli bölcs Elohim Jahusha, ha másiák által dicsőség mindörökké. Amen. Oké, okay, rengeteg dolog van, amiről beszélni lehet ezzel kapcsolatban. Először is van egy titok kijelentése ami az örök időtől fogva el volt hallgatva. Mi lehetett ez a titok? Most pedig megjelentetett a profétai írások által. A proféták azok, akik kijelentik a titkokat. Szóval mindazok, akik eldobálják az úgynevezett Ó -testamentumot, a tanákot, azok ezt nem fogják tudni megfejteni, hiszen a profétai írások mutatták meg ezt a titkot. Az a titok pedig az, hogy a mindenható Parancsolata szerint a hitben való engedelmesség által a pogányoknak a tudomására lett adva ez. Tehát a parancsolatok és az engedelmesség véget minden pogányok megtudták ezt a titkot. Ez a titok le volt írva, például többek közt. Ez ugye természetesen az, hogy a pogányok is. Részesei lehetnek a királyságnak, illetve visszafogadta őket Elohim az ő szövetségébe, és azokat is magával hozhatta, akik a pogányok közül a parancsolatok szerint élnek és engedelmességet mutatnak. Mindenki, aki a szerint él, aki nem a szerint él, az nem része a szövetségnek. Erről beszél például Ézsaiás a 42. fejezetben, így szólja Hua Elohim, aki az egeket teremtés, kifeszítés, kiterjeszté termésével a földet, aki lelket áld rajta lakó népnek, és leheletet a rajta járóknak mindenkit, a mindenható teremtett. Ő ad lelket és leheletet mindenkinek. Én, Jehua hívtalak el igazságban, ami a, a, az ő szava, és fogom kezedet, megőrizlek, és népnek szövetségévé teszlek, pogányoknak világosságává hogy megnyisd a vakoknak szemeit, hogy a foglyokat a tömlöcből kihozzad, és a fogházban sötétben ülőket, akik mind a bűn áldozatai, azok a vakok, akik nem értik, hogy hogyan kellene élniük. Ezért jött el a megváltó. Ő a pogányok világossága. Ez az, amiről ír rómaiakhoz, hogy a pogányok tudomására hozta ezt a titkot, ami a kezdetektől meg volt írva csak mivel eldobálják az emberek az Ószövetséget, ezért nem tudják megfejteni a titkot. És igen, mindenkit elfogad a mindenható, hiszen Ézsaiás 49-es fejezetben Jesi Yahu így ír, és most így szól Yahu, aki engem anyám mélyétől szolgájával alkotott ez, ugye Ézsaiás mondja, hogy Jákobot ő hozzá megtérítsem, és hogy Izrael hozzá gyűjtessék. Már akkor is ugyanez volt a helyzet, hogy az embereknek mondani kellett folyamatosan, hogy mi az út vissza a mindenhatóz. De akkor még nem volt egy példa előttük. Az az ember, aki a húsák, a másiák, aki eljött, hogy megmutassa, hogyan kell élni. Még nem volt egy élő példa, hanem csak próbálták az emberek tanulni a parancsolatokat. Hogy tisztelt vagyok, ja szemeiben, és erősségem az én hatalmasságom. Ja Tehát Jákob, azaz, akit idézőjelben zsidónak hívnak, azok, akik eh, még mindig nem értik, hogy mi, mi hogy működnek a dolgok, ugye Júda törzse Benjamin és néhány és egy része a Levály törzsének maradt meg. Izrael területén a többi tíz törzs, illetve a tíz törzs, az északi királyság száműzve lett onnan, ez Izrael. Jákob és Izrael két külön királyság, ekkor Izrael a tíz törzs már nem tartozott a szövetségbe. Ő értük jött el a megváltó. Ezeket ha az emberek nem értik, akkor össze lesznek zavarodva azzal kapcsolatban, hogy kik a pogányok, kiről beszél, mint népek. A lényeg az, hogy eljött, ezért mondtam megváltó, hogy ő az Izrael elveszett bárányaiért jött. Ők azok, akiket száműzött a mindenható bűneik miatt, és két része szakadt a királyság. Azonban így ír a hatosösben, így szó, kevés az, hogy nékem szolgám a Jákob nemzetségének megépítésére, tehát Jákobnak a, a fiai, és Izrael megszabadultjainak visszahozására, tehát visszahozza Izraelt, sőt a népeknek is világosságú adtalak, hogy üdvem a föld végéig terjedjen. Azok a népek, akik itt szerepelnek, hogy az ő részükre is elvigye a, a jó hírt. A jó hír, az, hogy hogyan lehet a királyságba bekerülni. A jó hír nem az, hogy mindent lehet csinálni, és a végén elfogad mindenkit. A jó hír maga az, hogy elfogad mindenkit, aki úgy él. Ezért mondja, hogy a népeknek is világosságul adtalak. Ézsaiás 60-as fejezetben szintén erről beszél, kelj fel, világosodjál, mert eljött világosságod, és a húha dicsősége rajtad feltámad, mert ívén imé sötétség borítja a földet, és éjszaka a népeket, de rajtad feltámadja, hua, és dicsősége rajtad megláttatik. Ez, ez ugye a megváltó eljövetele. Ő a világosság, a sötétségben, ő az, aki megmutatja az utat a a menyei atyánkhoz, Ő az, aki elvezet hozzá. Nem azzal, hogy eltörli, vagy betölti, vagy megszünteti a törvényeket. Azzal, hogy megmutatja, hogyan kell viselkednünk és élnünk ahogy, ahhoz, hogy eljussunk oda és népek jönnek világosságothoz, és királyok a néked feltámadt fényességhez. Ez ugye a királyságról beszél. Népek jönnek világosságothoz, ugyanúgy, ahogyan az előzőekben írta. 12 apostol, ez apostolok cselekedete egy 13-as vers, és csak egy, egy kí, rövid kitérő, amit mutatni szeretnék, hogy remélem, hogy mindenki meg fogja érteni, amit akarok. Mikor pedig látták a zsidók, a jahudim, a júda törzséből valók, a zsidó, nem a mindenható kiválasztott népe. Zsidó egy törzs. Ráadásul nem azonosak azzal, akiket ma a világ zsidónak hív. De az végképp mindegy. Az a lényeg, hogy aki még mindig nem érti, hogy a zsidó az a Júda törzséből való. Júda egy a tizenkét törzs közül. Nem az összes izraelita azonos a zsidóval. Ezért mondta, hogy a zsidóknak először, és aztán a görögnek a görög az izraelitákat, a többi törzset jelenti. Plusz azokat, azok után természetesen az összes pogány. De a lényeg nem ez. A lényeg az, hogy a zsidóknak kellett először a törvényt elmondani, hiszen ők éltek Jeruzsálemben ekkor. Ők voltak a törvényhozók. Neki kellett volna megérteni, hogy aztán elmondhassák a többi embernek, és elterjesszék. De ők nem voltak hajlandók megérteni, hiszen az nem fért volna össze az életmódjukkal, mint ahogy ma sem fér össze az emberek életmódjával a törvény. Ez a lényeg. Ezért mondta, hogy először a zsidóknak, a zsidóktól még akkor nem vált el a mindenható. Hiszen ők még megmaradhattak Jeruzsálemben. Ők voltak a törvényhozók, azonban ők a Talmudot, a babiloni hagyományokat követték, mint ahogy ma is azt követik az úgynevezett zsidók. Akkor is ugyanez volt a probléma, hogy másfajta törvényeket kevertek össze a mindenható törvényével. Ez pedig alapból, átok alá helyezte őket, hiszen megmondta öt mózesben, hogy amennyiben hozzáadnak, az átoknak számít. Hisz ne adjon hozzá, ne vegyen el, ez jelenések könyve végén is benne van. Ők hozzáadtak törvényeket, és a, a, a törvények alapján akartak megváltást anélkül, hogy szívből csinálták volna az egészet. Nem a törvények tűntek el hanem megköveteli, hogy szívből csinálja mindenki. Ezért jött el a megváltó. Ezért mondta, hogy a sajátjaihoz ment, hiszen ő Júda törzséből való. Ő Júda törzséből való, ezért mondta, hogy a sajátjaihoz ment. Elment hozzájuk, de ők nem hallgattak le, ezért van vége az, hogy a zsidók üldözik. A zsidók nem az összes kiválasztott nép, csak egy törzs azok közül. Mikor pedig látták a jahudim, a zsidók a sokaságot, betelné, betelének irítséggel és ellene mondának azoknak, amiket Shaó Pál mond ellenkezve káromlás szólva. Később nyilvánvalóvá is tesz, hogy elveszítenék a hatalmat, amivel a népen uralkodnak azokat, mindazt az előnyöket, amik azzal a hatalommal járnak elveszítenék, hogyha a Jahusa szerinti tanítások alapján élnének. Ezért voltak ellene. Akkor Saul Pál és Barnabás nagy bátorsága szólva mondanak, szükséges volt, hogy először néktek a zsidóknak, hiszen az a sokaság van hirdessék Elohim igéje, ezek szerint ők nem azt csinálták. Nem egy új igét hirdettek, hanem Elohim igéjét hirdették nekik. De mivel, hogy ti megvetitek azt, nem az összes kiválasztott nép, csak a jahudím, és nem tartjátok méltónak magatokat az örök életre, ímé a pogányokhoz fordulunk. Akkor hogy lehet a pogány a többi nép, mikor tudjuk, hogy ez egy törzs, ő neki hirdette először a mindenható igéjét és szavát és parancsolatait, megvetették a pogányokhoz fordulunk, az apostolok, ugye Pál és Barnabás, mikor azt, azt a parancsot adja nekik, a megváltó itt, hogy ezt a tizenkettőt küldék ki a husa, és megparancsolál nékik, mondván a pogányok útjára ne menjetek, és szamaritánusok városába ne menjetek be, hanem inkább menjetek Izrael házának eltévet juhaihoz. Ezek a pogányok nem lehetnek a többi nép, hiszen meg, meg, megparancsolta nekik a husa, hogy ne menjenek a többi néphez, hanem az Izrael eltévet juhaihoz. Ők azok, akiket itt. Pogányoknak hív. Az egy másik történet, hogy ők is be tudnak kapcsolódni az egészbe. Csak mindenkinek meg kellene értenie azt, hogyan függnek össze a dolgok. Az előtt, hogy hogy azokat a tanításokat, amik a kereszténységben vannak, azokat veszi alapú. Hiszen egyértelmű, hogy azoknak nincs fogalma ezekről a dolgokról. Miért? Mert így parancsolta nékünk Hua. Rendeltelek téged világosságul a pogányoknak hogy légy üdvösségükre a föld széléig. Tehát a pogányok nem minden esetben más népeket jelentik. Hiszen itt nem lehetnek más népek, hiszen megparancsolta nekik, hogy ne menjen a pogányok útjára. Akkor hogy lehet, hogy itt azt parancsolja nekik, itt meg már más csinálnak? Ez az a kérdés, amit mindenkinek meg kell válaszolnia magán. Itt pedig már, ugye ez Saul, aki beszél, Pál, hogy ha a szenvednie kell, hogy mint a halottak feltámadásából első, világosságot fog hirdetni e és a pogányoknak. Ez a nép az izraelita nép, akiről ő beszél, és a pogányok az összes többi is ezúttal. Ő a világosság, amit hirdet a világban. Ez az, amiről itt beszél, hogy a titok ami örök időktől fogva el volt hallgatva, most pedig megjelent a profétai írások által hitben való engedelmesség véget minden fogányoknak tudomására adatván. Ez az, amiről itt beszél. A világosság az, hogy mindenki bekerülhet, a jó hír pedig az, hogy a parancsolatok követése által az az út és a megváltóba vetett hit egymás szeretetét jelentik a parancsolatok. Egy korintusi első fejezetben így szól Saul szintén Pál, mert nem azért küldött engem, ha másiák, hogy kereszteljek, hanem hogy az evangéliumot, evangéliumot jó hírt hirdessem, akkor ezek szerint hirdetni kellett a jó hírt, akkor ezek szerint volt valami, amiről beszélnie kellett. Nem arról volt szó, hogy betöltötte a parancsolatokat, azt csinálsz, amit akarsz, csak higgyél benne, és szeressétek egymást viszontlátásra. Hanem hirdetnie kellett valamit. A jó hír az, amit már számtalanszor megbeszéltünk, hogy mi a jó hír. A jó hír az út a királyságba, amit a megváltó hirdete. Mert a keresztről való, a karóról keresztről való beszéd bolondság azoknak, kik elvesznek, de nekünk megtartatunk Elohimnek ereje, a mindenhatónak ereje. Hiszen akik nem hisznek, azok elvesznek. Ezért mondja, hogy a karóról keresztről való. Beszéd bolondság azoknak, akik elvesznek. Akik nem hisznek, azok elvesznek. Teljesen mindegy, hogyan élnek. Azonban, akik hisznek és úgy élnek, mint a pogányok, azok elvesznek ezekkel együtt. Azok maradnak meg, akik úgy élnek, úgy járnak, ahogy a megváltó, és megvan az ő hite bennük. Ez a kettő egyszerre. Ezt kellett, hogy hirdesse. Egy korintusi négyes fejezet egy újabb nagyszerű példa arra, hogy Sául arra inti, Pál arra inti az összes, gyülekezett belit, hogy kövessék a ja, Husáha útját és a mindenható szavát. Mert ha tízezer tanító... Ja, Nem azért írom ezeket, hogy megszégyenítselek titeket, hanem mint szerettet gyermekeimet intelek. Mert ha tízezer tanító lenne is, ha jágban, de nem sok atyátok. Mert tőlem vagytok, ja, husá, ha a ha az evangélium a jó hír által kérlek azért titeket, legyetek az én követői. Hogyha valaki ismeri Saul életmódját, akkor azt tudja, hogy ő egyáltalán nem úgy élt, mint a pogányok. Minden parancsolatot betartott a betűig, ugyanúgy, ahogy az összes többi apostol. Sehol nem lehet azt látni, hogy ők eltértek volna bármiben is. A, attól az úttól, amit a megváltó mutatott, és azt, amit a mindenható leírt. Elkéri őket, hogy legyetek az én követőim. Azért küldöttem hozzátok Timóteust, ki nékem szeretett és a Huában, aki eszetekbe juttatja néktek az én utaimat a Hamásiákban. Ugye ő úgy élt addig, mint a farizeusok. Az egyetlen dolog, ami megváltozott az, hogy ő ugyanúgy élt, mint a farizeusok, de ezt már Jahusak másiák hitében tette. És megértette azt, hogy más dolog úgy élni a betű szerint, követve a törvényeket, és más dolog úgy élni a törvények szerint, hogy hitből teszi az ember, és szeretetből, és a mindenható felé való engedelmességből. Ez az egy, ami változott mint mindenütt, minden gyülekezetben tanítok, mindenhol ezt tanította, hogy ezt az utat járják az emberek. 1 Korintusi 15. fejezet így kezdődik. Eszetek bejutatom továbbá, atyám fiai, az evangéliumot a jó hírt, melyet hirdettem néktek, melyet be is vettetek, melyben álltok is, amely által üdvözöltök is, ha megtartjátok, ami nemű beszéddel hirdettem néktek, ha csak nem hiába lehetetek hívőkké. Mit kell megtartani akkor? Mi az, amit meg kell tartani, ami által üdvözültök, és az a jó hír. És amiben ráadásul még hinni is kell. És arra figyelmeztet a 33-as versben, hogy ne tévejegyetek jó erkölcsöt, megrontanak gonosz társaságok. Serkenjetek fel igazán, ne védkezzetek. Mert némelyek nem ismerik elő hímet. Megszégyenítéstekre mondom. Tehát ne tévejegyetek, ne kóboroljatok a világban, keresgéjetek össze-vissza, találjátok ki a saját ö, tanításaitokat, hogy mit kell, mit nem, mit lehet, mit nem, kitöröltem mit. A jó erkölcsöt a rossz társaság megrontja. A gonosz mindig a mindenható ö, instrukciói ellenére megy. A gonosz ezt jelenti. A jó erkölcs pedig az, amit a mindenható jó erkölcsnek hív. Nem azt, amit mi annak gondolunk, hanem azt, amit ő annak mond. És azt pedig ő leírta. Ezt rontják meg a gonosztárságok, akik miatt az ember tévelyek. Kitalálja a saját tanítását, a saját parancsolatait, a saját gondolatvilágát. Serkenjetek fel igazán, ne védkezzetek, ezek szerint még mindig van bűn. És vannak, akik nem ismerik a mindenhatot. Honnan lehet megismerni a mindenhatot? Nem azt, hogy én szeretem őt, és majd ő megmutatja magát, és én nekem van egy kapcsolatom vele. Ő leírta, hogy ő ki, ő hogyan, hogyan ismerszik meg, hogyan lehet hozzá közeledni. Leírta a módszert, amivel az ember közeledhet hozzá. Nem az ember dönti el azt, hogy hogyan közeledik a Mindenhatóhoz, hanem a Mindenható írta le a feltételeit. Jahua leírta az ő feltételeit, hogyan lehet hozzá közelkerülni. Ez a jó hír. Elég sok nagyszerű, idézet és vers található Pál írásaiban, Saul írásaiban azonban II. korintusi négyes fejezet. Mindenképpen az egyik legnagyszerű. Különösen, amikor azt a kérdéskört poncolgatjuk, amit gyakorlatilag állandóan, hogy mi az út a mindenhatóz és az ő királyságába. És ez így szól, nem ravaszkodunk, nem is hamisítjuk meg Elohim üzenetét. Tehát itt Elohim üzenetéről van szó. Elohim nem változik, Malakiás 3.6, és ő megmondta, hogy mi az út hozzá, leírta, ezt nem hamisítjuk meg, erről beszél. És elutasítom mindenféle tisztességtelen manipulációt, mint a keresztény hitvallás, amelyekkel egyesek titokban félrevezetik a többieket. Mi nyíltan hirdetjük az igazságot, mi az igazság, a mindenható szava, a tanák, az úgynevezett testamentum, így ajánljuk magunkat Elohim tekintete előtt, tehát még mindig Jahuáról van szó, minden ember lelki ismeretének. Ennek ellenére az örömüzenetet, a jó hét az evangéliumot, amelyet hirdetünk, egyesek számára mégis érthetetlen. 1,3 milliárd ember a Földön jelenleg, aki számára mégis érthetetlen. De csak azért, mert ők a pusztulás felé haladnak. Ha valaki azt akarja mondani, hogy az halad a pusztulás felé, aki próbálja arra inteni az embereket, hogy a mindenható szava szerint éljenek, akkor, akkor az mindenképpen abban a csoportban tartozik, akit félrevezettek. A tisztességtelen manipuláció által. Ezek a hitetlenek, ki a hitetlen, aki nem követi a mindenható útját? Mindig is az volt, mindig is az lesz azért nem képesek az örömhírt megérteni, mert ennek a világnak az Istene tán elsötétítette a gondolkodásukat. Azért nem értik meg, mert túlságosan szeretik ezt a világot. Túlságosan szeretik azokat a dolgokat, amit a világ ajánl nekik. A vasárnapi kocsimosás, a teszkót, disznóhúst, és a többi, és a többi. Ezek azok a dolgok, amiket e világ istene ajánl. E világ istene pedig az ellenség, a satán. És ő az, aki elsötéti elsötétíti az ő értelmüket és gondolkodásokat. Ezért nem értik meg azt, hogy Elohim üzenete mi. És hogy ők félre vannak vezetve. Azt akarta, hogy ne láthassák a jó hírt az evangéliumot, és annak világosságát, amely ha más dicsőségéről szól. Arról, hogy ő eljött, meghalt a bűneinket, és megmutatta azt, hogyan kell eljutnunk a mindenhatóhoz. Egyszer és mindenkorra megmutatta. Ez az ő dicsősége. Legyőzte Sötánt azzal, hogy eljött és megmutatta az utat. És nem hagyta tovább az embereket e, kóborolni a világban. Manipuláció által, félrevezetés által megmutatta az utat. Aki minden tekintetben olyan, mint maga Elohim, nem azt mondja, hogy ő maga az, azt mondja, hogy minden tekintetben olyan, mint maga Elohim. Még annyit hozzátennék, hogy az a szó, amikor azt mondja, hogy olyan, mint maga Elohim. Az a szó, a görög szó. Strongs G1504, icon. Icon. Icon, ami egy képmást jelent, egy figurát, egy hasonlatosságot, valaminek a mását. A halandó mását a mindenhatónak. Nem őt jelenti, hanem egy hasonlatosságot hozzá. Ez pedig a görög szó... Strong's G1503. Iko. Iko. Szóból ered, ami azt jelenti, hogy olyannak lenni, mint hasonlatosnak lenni. Ugyanúgy, ahogy lefordította az Easy to Read olyan, mint maga Elohim. Nem azt mondta, hogy ő jött le, azt mondta, hogy olyan, mint. Saul Pál a második korintusiak az írt 11-es fejezetében így figyelmeztet. Félek azonban, hogy amiként a kígyó a maga álnokságával megcsalta Évát, aként a ti gondolataitok is megrontatnak és eltávolodnak a másiák iránt való egyenességtől. Mi az, a hamásiák iránt való egyenesség az, hogy úgy élünk, ahogy ő él. Ettől félt már akkor, hogy az emberek gondolatait megrontják, és azok eltávolodnak ettől az egyenességtől. És ez pontosan az, ami már kiteljesedett a világban. Mikor senki nem hajlandó úgy járni, ahogy a megváltó járt, akit ő állítólag imád. Aki eljött, megmutatta, hogy hogyan kell élnünk, meghalt a bűneinkért, ennek ellenére senki nem hajlandó követni azt, amit csinált. Mert hogyha az, aki jö, más jahúsát prédikál, akit nem prédikáltunk, vagy más lelket vesztek, amit nem vettetek, vagy más jó hírt, amit be nem fogadtatok, szépen eltűrnétek. Tehát, ha más jön, aki másfajta megváltót prédikál, mint a keresztények, vagy a katolikusok, vagy az iszlám vagy az akármelyik, akit ők nem prédikáltak akkor, vagy egy más szellemet, vagy más lelket ö, vesznek be, fogadnak be azok az emberek, vagy más jó hírt, ami ugye a mindenható szava, amit be nem fogadtatok, azt szépen eltűrnétek. Azokat elfogadják az emberek, mert azok, azok ö, elfogadhatóak a világnak, azzal együtt lehet élni a világgal, be lehet olvadni a világba, lehet járni az arany középutat. Ez az, amit már akkor is csináltak az emberek, mert én azt gondolom, hogy semmiben sem vagytok alábbvaló a fő-fő apostoloknál. Ugyanúgy kell élni mindenkinek, ahogyan azok éltek, akik az embereket tanították. Az apostolok akkor, illetve Saul Pál szintén követve mindenben a megváltó példáját. Úgy élve, ahogy ő él. Nem másokat elfogadni, elfogadni azt, hogy ez, ezt, is, ezt is megváltoztatta, azt is, ez is eltörölte, az is másképp kell értelmezni, és minden. Ez nem más, mint maga a kígyó. Ugyanazzal a stratégiával, amivel akkor jött, hogy nem fogsz meghalni, csak olyan leszel, mint Elohim. Ugyanezzel a féligasságokkal, a hazugságot belekeverve az igazság közé, ugyanezzel jön ez a mostani keresztény verziója Jézus Krisztusnak, a megváltónak, aki nem más, mint maga a kígyó, aki eltörli a parancsolatokat és bűne tanít és arra biztat. Ellentétben az igazi, valós, megváltó valaki, a hússák, a másiák, aki úgy élt, hogy a törvény megírja, és ezt tanította mindenkinek. Galatákhoz írt levelének első fejezetében szintén előjön ez a probléma, ezért írta nekik a levelet. Csodálkozom, hogy attól, aki titeket ha más kegyelme által elhívott, így hamar más jó hírre hajlatok. Már akkor ez volt a probléma, mint ma. Hogy az emberek elfogadták ugyanaz az áldozatot, de nem voltak hajlandók a szeretetet azzal bizonyítani, hogy úgy éltek, ahogy a megváltó él. és más Evangélium a más jó hírt követtek, mint ahogy ma. Holott nincs más, de némelyek zavarnak titeket, és el akarják ferdíteni, ha másják Evangéliumát. Vajon ki az, aki el akarja ferdíteni, ha másják Evangéliumát és jó hírét? Vajon, ha a kígyó, ha az ellenség, ha satán próbálkozna, hogy elferdítse ezt a jó hírt, vajon az hogy néz neki? Vajon ő mit suttogna az emberek fülébe egész nap? Ha nem azt, hogy a törvényeket már nem kell betartanunk, és hogy Elohim megváltozott, és hogy a megváltó eltörölte a mindenhatója húa parancsolatai. Egész egyszerűen rá lehet jönni arra, hogy ki az, aki suttogja a mai tanításokat. Ez nem más, mint a kígyó maga. Aki ugyanezt csinálta a kertben, és attól kezdve az egész történelem folyamán végig. Nem fogsz meghalni, olyan leszel, mint Elohim. Nincsen bűn. Kalatákhoz első fejezet, így szól a tízes vers, mert, mert most embereknek engedeké, avagy Elohimnek. Vagy embernek igyekszem, é tetszeni. Bizonyára, ha még embereknek igyekezném tetszeni, ha másják szolgája nem volnék. Az ember nem azért csinálja a parancsolatokat, és él a mindenható útján, hogy más embereknek tetszen, hanem mert tudja, hogy ez a mindenható akarata. Tudtatokra adom pedig atyám fiai, hogy az a jó hír, melyet én hirdettem, nem ember szerint való. Mert én sem embertől vettem azt, sem nem tanítottak arra, hanem a húsák a másiák kijelentése által. Az ahogyan ő élt. Az az ő kijelentése. Ez az, amit követett Saul Pál, és az összes apostol is mindenki, aki valójában követi a megváltót. A meg, a, húsák, a másiák kijelentése, az maga a, az úgynevezett új testamentum. Ő a példa, ő az út, ő a világosság, ő az, akit követni kell. Úgy követi az ember, ha úgy él, ahogy ő él. Ezért mondja, hogy nem azt követi, amit leírtak, hanem azt, amit a megváltó csinált. És nem emberek parancsolatait követi, ami ugye a Talmud, a babiloni hagyományok, a farizeusok útja, hanem azt, amit a mindenható megmutatott neki, ami nem más, mint az élő szó, jakussáha másják. Hogy is lehetne az más, mint ami le van írva. Epézusiak az első fejezet, így szól a 12-es vers, hogy legyünk mi magasztalására az ő dicsőségének, akik előre reménykedtünk a Tudták, hogy el fog jönni, erről beszél, hogy előre reménykedtünk, mert olvasták a proféciákat, és mert megértették azt. És ők magasztalni akarják el a hímet. Azáltal, hogy úgy élek. Akiben ti is, minek utána hallottátok az igazságnak beszédét, az igazság beszéde a mindenható szava, és csak és kizárólag az, idvességetek jó hírét, evangéliumát, amelyben hittetek is, megpecsételtetek, tettetek az ígéretnek, a szent szellemivel, lelkével, aki záloga a mi örökségünknek, Elohim tulajdon népének megváltására, az ő dicsőségének magasztalására. Hallotta az igazság beszédét, az Elohim beszédét, az üdvösség evangéliumát, ugyanaz a kettő, az igazság beszéde és az üdvösség evangéliuma, az egy és ugyanaz az igazság mindig a mindenható szavára utal. Ami nem változik, és nem tér vissza hozzá üresen. Amelyben hittetek is, miután hallja, azután hisz, és azután kapja meg a Szent Szellemet, a Szent Lélek segítségét, a ruachakodást, a húsa, a szellemét. És ez a pecsét. Hallja, olvassa, tanulmányozza a jó hírt, hisz benne, és megkapja a Szent Szellemet, és utána úgy él. És mindennek a lényege az, hogy a mindenható dicsőségét hirdessük a világon. Ez, a, ez az, amiért az ember részt vesz ebben. Ez az, amiért megkapja a Szent Szellemet, amivel aztán haladhat a világban. A szeretet az alapja az egésznek, de a szeretet úgy nyilvánul meg, hogy az ember úgy viselkedik és úgy cselekszik nem úgy beszél. Úgy gondolkodik, és úgy cselekszik. Az pedig le van írva az igazság beszédében, ami a mindenható szava, ami nem más, mint a jó hír, az üdvösségre vezető út a jó hír, aminek az alapja a szeretet, utána a tisztelet és mindenható félése. Ez az, ahogy működik. Efézusiak az harmadik fejezet hatos vers, hogy tudnélik a pogányok, örökös társak, és egy ugyanazon test tagjai és részesei az ő ígéretének jahusak a másiákban, az evangélium jó hír által. Ha egyek a pogányok és az izraeliták, ahogy az az emberek gondolják és hiszik, akkor hogy lehet két különböző törvény a két különböző csoportra nézve? Miféle gondolkodás az, hogy az egyiknek kötelező megtartani mindent és úgy élni, a másik azt csinál, amit akar, és mégis egyek lesznek a végén. Mikor a mindenható minden egyes eh, aspektusában az életben megtiltotta azt, hogy keveredés legyen. Mind a földön nem lehet össze-vissza vetni, nem lehet oltani, az állatokat nem lehet össze-vissza, nem lehet a ruhát összeszőni, semmit. Ennek ellenére majd ő fogja pont két kül teljesen különböző eh, szabályrendszer által egyé tenni az embereket, és beengedni a királyságba azt a pogány életformát, amit a legtöbb ember követ. Ennek semmiféle értelme nincsen. Valószínűleg mindenki ismeri Efézusiakhoz hatos fejezetből a 12-es verset, mi el fogjuk kezdeni a tízestől. Végezete féljai legyetek erősek a huában és az ő hatalmas erejében. Kiben bízatok Elohimben, a mindenhatóban. Öltözzétek föl Elohim minden fegyverét, hogy megállhassatok az ördögnek, az ellenségnek minden ravasságával szemben. Figyelmeztet újra és újra ugyanarra a dologra, arra, hogy a, az ellenség nem úgy fog jönni, mint egy nagy szarvas ö, szörnyeteg, hanem mint a fény angyala, mint mindig. Sok igazsága és valamennyi hazugságot belekeverve így vezeti félre az egész világot. És így vezette félre az egész világot. Elhitetvén azt, hogy megváltozott a mindenható, és eltörölte a saját parancsolatait. És eljött és meghalt mindenkiért. Azért, hogy mindenki új élhessen, mint a pogányok. Ez az ő ravassága. Ez az ördög ravassága. Ez ellen kell az embernek felöltöznie. Mert nem vér és test ellen van nékünk tusakodásunk, hanem a fejedelemségek ellen, a hatalmasságok ellen, az élet sötétségének világbíró ellen, a gonoszság lelkei szellemei ellen, melyek a magasságban vannak. Figyelmeztet arra, hogy ezek ellen a szellemek ellen, ezek ellen a démonok ellen küzdünk, nem emberek ellen. És ezeket nem lehet legyőzni fizikai erővel, vagy pedig a világ fegyvereivel. Hanem mivel azt is elmondja nekünk, annak okáért vegyétek föl Elohimnek minden fegyverét. Hogy ellentálhassatok a ma gonosz napon, és mindeneket elvégezni megállhassatok. Az Elohim fegyvere a mindenható szava amikor az ember követi a mindenható szavát, akkor biztos lehet benne, hogy a keskeny úton jár, és a mindenható szelleme vele van, és az igazgatja az úton. Ez az egyetlen módja annak, hogy, hogy felvegye a harcot az ellenséggel. Álljatok hát elő, körülövezvény terekatokat igaz lelkűséggel. El fogja sorolni azot, azt a fegyverzetet, amire az embernek szüksége van. Igaz lelkűség az egyik igaz lelkűség, igazság az a mindenható szavában van, a Tanakban, az úgynevezett Ó Testamentumban, onnan lehet megtudni, hogy mi az igazság és hogyan viselkedik az igaz lelkű. Felöltözvén az igazságnak melvasába. Igazság a parancsolatok törvények követése. Felsorúzván lábaitokat a békesség jó hírének készségével azzal, hogy egymást szereti az ember, hogy úgy viselkedik, hogy a békét keresi, hogy nem hagyja, hogy a, az ellenség közé és a testvéré közé álljon mindenféle vitákkal és dolgokkal. Ez a békesség, hogy erre figyeljen, hogy ne engedje be azokat, akik a magasságban vannak és akik ellen harcol. Mindezekhez fölvevén a hitnek pajzsát, a hit az, hogy az ember szívéből csinálja ezt az egészet, és elhiszi, Jehusak a, a másiák áldozatát. Ez a hitnek pajzsa, melyel a gonosznak minden tüzes nyilát megoldhatjátok. Mindenféle támadást, amit az ellenség azon embereken keresztül küld, akik az ő jó hírét hirdetik, azt legyőzhetjük a hittel, hogyha visszafordulunk a mindenhatóz és tőle várjuk a segítséget. Az üdvösség sisakját is fölvegyétek, és a léleknek kardját, amely Elohim beszéde. Az, az Elohim beszéde tartalmazza mindezeket a dolgokat. Az tartalmazza a terékövet, a melvasat, a sarut, a pajzsot, a sisakot, a kardot. Mindezek a dolgok az Elohim beszéde. Ott található az igaz lelkűség, az igazság, a békesség, a hit, a szent lélek, a ruak és az üdvösség. Ez Elohim beszédében található. Kolosséjak az első fejezetben így ír Saul, mivel hogy hallottuk a ti hiteteket Jehusach a másiákban, és a szeretetet, amelyen minden szentekhez vagytok. A hit a szeretetet eredményezi, hiszen a mindenható Törvényei és instrukciói biztosítják azt, hogy az ember úgy szereti a Mindenhatót, Jahuát és az embertársait, ahogyan azt Jahua elrendelte. Nem úgy, ahogy én gondolom vagy az ember gondolja, hanem ahogy a Teremtő azt megkívánja. És egymás felé így viszonyultak ebben az időben a kolosséjak, a mennyekben néktekeltet reménységért, a királyságért amelyet már előbb hallottatok az igazság beszédében, mely az evangélium. Ismét elmondja azt, hogy már erről volt szó mindvégig. Az egész íráson át erről volt szó, hogy mi is az igazság beszéde, a mindenható szava. Honnan tudjuk ezt? Második Sámuel 7 fejezet, ahol így ír most azért, ó Jahua Elohim, mert te vagy az Elohim, és a te beszéded igazság, és te mondottad ezt a jót a te szolgád felől. Jahua, a te beszéded igazság. Mindenható szava az igazság beszéde. Ugyanezt, ha még valakinek kell egy másik tanú, első királyok 17-es, 24-es, és mondd az asszony illésnek, és mond, most tudtam meg, hogy te Elohim embere vagy, és hogy Jahuának beszéde a te ajkadon igazság. Mert Jahua beszéde igazság. Tehát ez az jó hír, amit a ha másiák hirdetett, amit Saul hirdetett Pál, az apostolok hirdettek, az nem más, mint ami mindig is le volt írva a Nákban, az úgynevezett Ószövetségben mindenható szava. Ez az igazság beszéde, mely eljutott hozzátok, miképpen az egész világra, tehát mindenki megismeri, és gyümölcsöt terem, úgy, mint nálatok is naptól fogva, a naptól fogva, melyen hallottátok és megismertétek Elohim kegyelmét igazán. A mindenható az, aki kegyelmet gyakorolt, és elküldte hozzánk az egyetlen fiát, az első szülött fiát, hogy meghalljon a bűneinkért, és megmutassa nekünk, hogyan kell szeretetben élnünk a mindenható felé és egymás felé. Ez a jó hír, ez az, ami mindig is jelen volt, azonban a hit az, ami hiányzott az emberekből. A ha másik pedig bemutatta azt, hogy hogyan kell hitből a mindenható igazság beszédét teljesíteni. Ez a jó hír. Saul a Kolosséjakhoz írt levelének az első fejezetében így ír később. Titeket is, kik hajdan elidegenültek, és ellenségek valátok gonosz cselekedetekben gyönyörködő értelmetek miatt, most mégis megbékeltetek. Megbékeltetek. Ugye ezek mindazok a pogányok, akik az izraeliták, illetve a többi nép, akik elidegenültek és ellenségek lettek, hiszen gonosz cselekedetekben gyönyörködött az értelmük, ami ugye a, mindenható útja ellenére való életmód, ez a gonosz cselekedet, és az az értelem, az az elme, az a szív, ami abban leli örömét, akárcsak ma a világ és a legtöbb ember azt üldözi, hogy mi az, amit a világ akar, mi az, amit a világ nyújt. Azonban ezt, ezeket az embereket hozta vissza a megváltó. Az ő emberi testében a halál által, ugye az ő áldozat által, hogy mi, hogy mint szenteket, tisztákat és fedhetetleneket állasson titeket ő maga mellé. Hogy lehet az ember szent, tiszta és fedhetetlen, amikor nyulat meg disznó teszik? és nem tartja be a parancsolatokat, az és, és pogány ünnepeket ünnepel. Hogy, hogyan lehet szent, tiszta és fedhetetlen? Mikor a tiszta, Eleve kizárja a tisztátalan állatok fogyasztását. Mikor a körülmetéletlenséget mindenhol tisztátalannak hívja. Mind a fizikálist, mind a szív körülmetélését. Hogyan lehet szent valaki, ha bűnben él és megszegi a parancsolatokat tudatosan? Fedhetetlen, hogyan lehet? Erre hívja fel a figyelmet. Hogyan? Ha ugyan megmaradtok a hitben, Alaposan és erősen, és el nem távoztok a jó hír evangélium reménységétől, amelyet hallottatok, amely hirdettetett minden teremtménynek az ég alatt, amelynek lettem én saupás szolgájává. A jó hír, a mindenható beszéde az, ami az ember tisztává szent és teszi. Ebben kellett volna, hogy megmaradjanak ezek az emberek, mint ahogy ma is ebben kellene, hogy megmaradjanak. Erre figyelmeztet Pál újra és újra és újra. Egyetlen egyszer sem mondja, hogy, hogy is mondhatná ezek után, hogy mindent eltörölt, mikor arra hívja fel a figyelmet, hogy szentek, tiszták, feltetetlenek legyünk. És közben szándékosan mindenki bűnt követhet el. Első teszalonikaiakhoz írt levelének második fejezetében Saul Pál így írt, ti vagytok bizonyságok és Elohim, milyen szentül, igazon, és fedhetetlenül éltünk előttetek, akik hisztek. Ha ők szentül, igazon, igazán, és fedhetetlenül éltek, akkor az vajon mit jelent? Hogyan élhet az ember szentül, igazán, fedhetetlenül a mindenható, és úgy, hogy a mindenható is bizonyságot tesz erről, és közben nem tartja be az ő parancsolatait, rendeléseit, utasításait? Ez a nagy kérdés valamint tudjátok, hogy miként atya az ő gyermekeit, úgy intettünk és buzdítgattunk egyenként mindjártokat. Tanították ugyanerre ezt a népet, akik a pogányok. És kérve kértünk, hogy Elohimhez méltóan viseljétek magatokat, aki az ő országába és dicsőségébe hív titeket. Nem azt mondja, hogy ti már ott vagytok, csak még ezt itt végig kell szenvednetek, hanem azt mondja, hogy ő hív benneteket és hogy hozzá méltóan viseljétek magatokat. Most képzelje el mindenki azt, hogy a mindenható leírta, hogy mik az ő feltételei, évszázadokon át, év ezredeken át tanította az embereknek ezt, és most egyszer csak minden elfogadott lesz, és bármit meg lehet tenni. Csak azt kell mondani, hogy hiszünk. És akkor rájön mindenki, hogy ennek nincs értelme. Aki Elohimhez méltóan akar viselkedni, az ő országába és dicsőségébe be akar kerülni, annak úgy kell élni, ahogyan azt ő leírta. Második teszalonikaiakhoz írt levelének első fejezetében Pál így ír a hetes versben, néktek pedig, akik szorongattattatok, nyugodalommal mi velünk együtt, amikor megjelenik Adonai Jahusa az égből, az ő hatalmának angyalaival. Tűznek lángjában ki bosszút áll azokon, akik nem ismerik Elohimet és akik nem engedelmeskednek Adonai Jehusák másiák jó hírének evangéliumára. Akik meg fognak lakolni örök veszedelemmel, Yahua ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségétől. Kik azok, akiken bosszút áll, akik nem ismerik a mindenhatót, Elohimet, Jahua, kik azok, akik nem engedelmeskednek Jahusák, ha másiák jó hírének, amit már megbeszéltünk a parancsolatok. Hát azok, akik azt hirdetik, és úgy élnek, mint a világ, mint a pogányok. Ezek azok, akik a tűznek lángjába kerülnek. Nem azok, akik nem mondják elégszer, hogy Jézus Krisztus a megváltó. Hanem azok, akik nem úgy élnek, mert nem ismerik a mindenhatót. Mit jelent ismerni a mindenhatót? Ismerni a mindenhatót, és követni a husak a másiák jó hírét, az egyszerűen kiderül, Példabeszédek második fejezetből. Fiam, ha beveszed az én beszédimet és az én parancsolatimat, elrejted magadnál, ha figyelmeztetvén a bölcsességre a mindenható szava, a te füleidet, hajtotta -e az elmédet az értelemre, a mindenható szava, igen, ha bölcsességért kiáltasz, és ha értelemért a te szó, szádat, szódat felemeled, ha keresed azt, mint ezüstöt, és mint a kincseket kutatod azt, akkor megérted a huának félelmét, és az Elohimnek ismeretére jutsz. Elohim ismerete, parancsolatok és a mindenható szava. Ez az, ami bölcsesség, ez az, ami értelem, ez az, ami értékesebb minden kincsnél, hiszen az örök élethez vezet. Ez a mindenható ismerete. Mert Jahua át bölcsességet, az ő szájából tudomány és értelem származik. Aki pedig nem, az a tűznek lángjában elpusztul, aki meg fog lakolni örök veszedelemmel Jahua ábrázatától és az ő hatalmának dicsőségében. Amikor eljő majd, hogy megdicsőítessék az ő szenteiben, akik követték a parancsolatait, és úgy éltek, ahogy a Kusaha másiák bemutatta, és csodáltassék mindazokban, akik hisznek, mivel hogy a mi tanúbizonságunknak hitele volt tinálatok a napon hiszen ők bemutatták, ők tanították azt, ahogyan továbbadták, ahogyan a megváltó élt, és ez terjed tovább a világban. A mindenható ezekben az emberekben leli örömét, és ezek az emberek azok, akik úgy élnek, ahogy ő mondta, akik dicsőítik az ő nevét a világon. Hiszen ők másmilyenek, ők különbözőek, ők másként viselkednek a világban. Nem úgy, mint a világ. Ezért kell az embereknek úgy élni, ahogyan ő megmutatta. Így szerethetjük egymást, így szerethetjük őt, így mutathatunk példát másoknak, és így lehetünk csak fény és világosság a sötétségben. Különben ugyanolyanok lennénk, mint a világ. Úgy tűnik, hogy még egy rész hátra maradt, és abban be fogjuk fejezni Saul Pál leveleit, illetve megnézzük, hogy a jelenések könyvében mit találunk ezzel kapcsolatban, illetve bármi mást, amit még találok, és úgy gondolom, hogy segít megérteni teljes mértékben azt, hogy a jó hír nem más, mint a mindenható szava, ami le volt írva a kezdetek kezdetétől fogva, és amit be kellett volna tartani a mindenkinek ahhoz, hogy eljusson hozzá az ő királyságába, az ő dicsőségébe. Ugyanezt mutatta be a megváltó az életével, és az áldozatot, amit meghozott értünk, a bűneinkért, ami szükséges, természetesen ahhoz, hogy mi is eljussunk oda, ahova ő. Mindenkinek a legjobbakat remélem hasznosak találtátok, és halleluja! Amennyiben tetszett a videó, kérlek, kattintsatok a like gombra. Ha hasznosnak találtátok, osszátok meg ismerőseitekkel, és bármiféle hozzászólásatok, megjegyzésetek, javaslatotok van, azt ide írhatjátok valamint az elérhetőségeket megtaláljátok a leírás részben, ahol kapcsolatba léphettek velem, és még sok extra információt is találtuk itt. Mindenkinek a legjobbakat, halleluja!